Figyelem, a videó spoileres. Mármint nagyon spoileres. Megtekintését csak és kizárólag akkor ajánljuk, amennyiben nem zavar a spoiler az alábbi játékokból. Undertale, Ico, Shadow of the Colossus, Last Guardian, Gris, What Remains of Edith Finch, Unravel, Journey, Flower, Uncharted és még a Punisher sorozat is. Hát sziasztok, itt az APM következő adásában. Szintén Szebeni Péterrel ülünk itt a mikrofon mellett. Szia, Peti! Szia! És az az igazság, hogy az a téma, amiről most beszélgetni fogunk, ez a te agyadnak a szüleménye, mert játszottál te a Rime-mal. Igen, így van. És mi is volt az alapvető gondolat, ami megfogalmazódott benned, amikor azt leraktad, mert az marha jó volt ez a megfogalmazás. Ez úgy jött maga ez a téma, hogy elkezdtem játszani a Rime-mal, miért Pádinak és Ranzornak volt róla egy adása, ami tökre megfogott. Ez a játék első szerintem negyedével, ötödével játszottak körülbelül, ami alapján ez a játék nekem úgy tűnt, hogy egy ilyen aranyos, alapvetően szép, színes, kellemes, egy olyan játéknak tűnt, amiben egy élmény elmerülni. És ehhez képest, amikor ugye begyűjtöttem a végleges játékot, akkor kb. Így a egynegyedénél ért a felismerés, amiről rögtön így a közös csoportba be is írtam ezt a témát, hogy bakker, ez a játék is egy depresszió szimulátor. Igen, ez a depresszió szimulátor, hogy basszus, ez is megint egy indie játék, és játszottunk már ilyennel, mert volt egy Grink. Nagyon sok ilyen típusú játék volt. Igen. De ugye ott volt mondjuk nekem hasonló a What Remains of Edith Finch, ami egy nagyon tipikusan ebbe a témába vágó játék. Igen, igen. De ezen kívül egy csomó olyan indie játék van, ami ugye főleg a konzolos generációra jön most ki, tehát én PlayStation 4-en szoktam indie játékokat letölteni, és ezekben egy csomószor visszatérő téma az, hogy valamilyen szinten a gyásznak, a mentális problémáknak és ezeknek különböző feldolgozásaival foglalkozzanak, és ez van, hogy hogy pozitívabb irányba teszik, és van, hogy akár negatívabb. Ugye ott volt akár említettem a What Remains of Edith Finch-et, ezen kívül ott volt például a Limbo korábban, vagy az Unfinished Swan, egy csomó ilyen típusú játék, és hogy itt is az ember, hogyha gyakorlatilag indie játékhoz nyúlunk, akkor olyan lenne, mintha lenne ez a művészi indie játék starter kit, hogy akkor annak mindenféleképpen ezzel kell foglalkoznia. Igen, egyébként ez marha érdekes, mert tényleg az összes indie játék, gyakorlatilag most még azt se tudnám mondani, hogy a Journey nem erről szól, bár mondjuk a Journey az azért ennél egy picivel komplikáltabb eset, de mondjuk a Flower az kifejezetten az a kategória. Igen. A Gris szintén. A Gris, igen. A Rime az megint csak ugyanez, de még az Undertale-ben is vannak ilyen felhangok, pedig az aztán egy jóval nagyobb kategóriájú indie játék. Hogy basszus, az indie játékokban ez egy ilyen alapvető követelmény úgy látszik, hogy ha művészi indie játékot akarsz csinálni, akkor valami legalábbis sötét, de ha nagyon jól akarod csinálni, akkor depresszióval foglalkozó témát kell feszegetni. És tök érdekes, hogy tényleg nem nagyon mernek erről lejönni. Én nagyon kevés olyan indie játékkal találkoztam, ami nem erről szól. Tehát így fejből összesen a Journey-t tudom felsorolni. Igazából igen, ugye a Journey, és azon kívül volt még annak egy későbbi játéka a fejlesztő csapatnak, az Abzu, ami a Journey még úgy csak-csak, mert ott abszolút az elmúlás témája azért belekerül valamilyen szinten, de én úgy éreztem, hogy felemelkedés történet inkább, ami nekem így a végkifejletben egy pozitív összhang volt, és ugye ott van ezzel képest az Abzu, ami hasonló dramaturgiára épít, viszont szerintem a Journey-hez képest még inkább ezt a természetvédelem témáját veszi elő, azt helyezi jobban hangsúlyba szerintem a személyes utazás helyett. De ezzel ellentétben nekem az igazság, hogy a Rime valami főként egy kicsit fel is idegesített, és így, hogy olyan volt nekem a játék, mintha átverés lenne, gyakorlatilag olyan érzésem volt, hogy még ugye az összes többi említett játéknál, mondjuk egy Gris, vagy a What Remains of Edith Finch, vagy az Unfinished Swan, ezeknél mindnél tudod, hogy mibe kezdesz bele. És amikor van ugye egy játék, aminél semmi erre utaló jel nincs az elején, csak annyit látsz, hogy
aranyos, színes, cuki, róka, stb. Tipikus az a játék lenne, amit így hozzávágnék mondjuk az 5 éves kisgyerekemhez, ha lenne, hogy ezzel játszhatsz, mert ez egy olyan jó játéknak tűnik, és aztán pedig egy idő után így átváltam, hogy sírjál, kci, de ezt így folyamatosan ezt nyomatja az arcodban a játék. Egyébként ez nem sokat játszottam vele, de a Rime az tényleg az a játék, hogy én is úgy voltam vele, hogy ezt tényleg bárkinek oda lehetne adni, nem egy annyira veszélyes játék, nem ölsz meg benne senkit, nem darálod az ellenfeleket, mint az állat. Viszont gyakorlatilag az egynegyede után elkezd a játék egy olyan érzelmi hullámvölgybe bezuhanni, nem is hullámvölgybe, egy szakadékba belezuhan. Igen, vagy azt sem mondhatnám, hogy érzelmi hullámvasút, mert igazából a játék folyamatosan csak lefelé megy, tehát és lefelé, és elérünk a lezáráshoz, amikor pedig ellentétben sok más játékkal nem az lesz a lezárás, hogy és van kiút ebből a lefelé menésből, hanem hogy nincs. Tehát, hogy ide ér el a játék a legvégén, hogy ebből a lefelé menő spirálból nincsen kiút. Ez egyébként durva, mert a Rime az tényleg úgy kezdődik, hogy egy tök nyugis, tök és kedves, aranyos játék, és ahogy haladsz így a végén, egyszer csak így leenged, hogy mind meghalunk. Igen, tehát hogy ez. Igen, nem tudom, itt szerintem így spoileresen is belemehetünk. Nyugodtan. Tehát, hogy ugye a játék első fele az gyakorlatilag arról szól, hogy van ugye egy lakatlan szigeten, egyébként ez a rész engem ugye az ikóra emlékeztetett, ugye ott van egy fiú, nem tudjuk, hogyan került oda, és hogy ő talál egy rókát, aki mint egy ilyen vezető végigviszi ezeken az utakon, és a játék gyakorlatilag ott süti el, hogy konkrétan miről szól, hogy amikor erről a lakatlan szigetről kijutsz, mint első helyszín, ilyen kapukon mész át mindig más világokba, akkor volt egy ilyen trófea, hogy micsoda, hogy you escaped from denial. Tehát, hogy ez a kijutottál a tagadásból, és ebből azonnal leesett, bazd meg ez a gyászfázisai. Tehát, igen. Innentől rögtön leesett az első trófea után, hogy akkor innentől kezdve megyünk ezen végig. A második helyszín volt akkor ugye a harag, ahol ez a sivatagos, vörös helyszín, ahol ott van ez a madár, ami folyamatosan üldöz, ezzel kell megküzdeni, és innentől kezdve egyre mélyebbre és mélyebbre megyünk a játékba, ahol a végén már csak kb. Ez nem tudom, a folyamatos eső, sötétség, depresszió, és hogy a végén kiderül, hogy folyamatosan szedegetjük össze a nyomokat, ami arra utal, hogy az apját elvesztette ez a fiú egy balesetben, és a legvégén kiderül, hogy ja nem, igazából az apa veszítette el a fiút a balesetben, és a főhős, akivel vagyunk, nem ő a valódi főszereplő, hanem az apa, aki ugye a fiú üres szobájában gyászolva próbálja feldolgozni ezt, és minden egyes apró nyom, amit mi a játékba felszedünk, a róka, akkor ezek a robotok, amiket összerakunk, a helyszínek, a madár, ezek mind ugye különböző játékok, amik ott maradtak ebbe a szobában. Nagyon durva egyébként, mert tényleg minden ilyen, de én van egy hipotézisem, hogy ez a Shadow of the Colossus-tól indul. Tehát, hogy ez a művészi starter kit, ez innen indul. Én nekem is egyébként van egy ilyen elképzelésem. Mert gyakorlatilag az is ugyanez, hogy elindulsz, de ott mondjuk nincs benne ez, mint ami a Rime-ban, hogy átcsesz a játék. Igen, az első egyébként percben. Leginkább azok az átcseszés zavart a játékban, igen. Persze, hát az mondjuk engem is csesz. Shadow of the Colossus-ban az első perctől kezdve tudjuk, hogy ez mi. Tehát ugye rögtön úgy indulunk, hogy a halott barátnőjét, vagy nem tudom, egyben feleségét nem mondhatjuk, mert vélhetőleg még gyerekek, de ugye nem tudjuk, hogy pontosan milyen kapcsolat van közöttük, de valószínűleg szerelem, és a legelejétől kezdve tudjuk, hogy így az ő feltámasztására indul a kísérlet, rögtön a hangok elmondják, hogy van a hagyárat, kell fizetni érte, és mindig folyamatosan a játék közben látod, hogy ez igazából nagyon szar lesz a vége, bármi is történjen. Igen, de ott tényleg ez van, hogy ott a legelején megmondják, hogy itt ez lesz. A Rime az meg az első 2-3 órájában szerintem simán átcseszi az agyadat. Simán éved. Tehát arról szól, hogy ott van a kis sziget, nagyon békés, hangulatos zene, az aranyos disznóknak viszed a dinnyét, meg ilyen típusú feladatok, igen, és így igen. Helyette pedig teljesen ellentéte lesz a játék. De egyébként ezért volt, vagy ezért mondtam, hogy basszus, még az Undertale-ben is ugyanezek megvannak, mert azért ott is végigjárhatsz egy ilyen utat, de basszus, az Undertale is a legelején megmondja, hogy milyen játék lesz. A Rime-mal tényleg az a fájdalmas, hogy az elején nem mondja meg, hogy mi lesz. Nekem ugye egyfelől ugye ez zavart, hogy az elején nem mondja meg, hogy,
hogy mi lesz, a másik pedig, ami szintén iszonyúan zavart, hogy a játék legvégén nem felfelé ível, tehát hogy szerintem egyszerűen nem mutat kiutat, a játék pontosan abba a szakaszba ér véget, amikor kiderül, hogy igazából ma nem az a karakter van gyászban, akiről hittük, de így egyáltalán nem mutat lehetőséget, hogy ő hogyan kerül ki belőle. Sőt, van még egy dolog, ami nagyon röhögtünk azzal, hogy a játékban ráadásul van még egy halott karakter, ugye a főhős anyja, aki valószínűleg korábban betegségben halt meg, és ugye vannak ezek a fekete árnyalakok, akik egy idő után elkezdenek üldözni, sőt, nem is feltétlenül üldöznek, mert hogyha kevesen vannak, akkor olyan, mintha csak félnének tőled, elhátrálnak előled. Viszont, hogyha többen vannak, akkor mintha így elszívnák az energiádat. És ehhez képest a játék bizonyos pontjain vannak fehér árnyalakok, amikhez ha közelmész, akkor rátölelnek. És ha ebből begyűjted az összeset, akkor a játék végén van egy nagy family reunion, hogy az apa és a halott fia mellett a halott feleség szelleme is ott van, és az a játékban is. És a játék legelején még éreztem volna készítés, hogy minden ilyen apróságot begyűjtsek, mert hogy láttam, hogy vannak ilyen kis felszedhető játékok, ruhák, stb. Így tök érdekes, az első pálya helyszíne úgy ösztönöz arra, hogy felfedezzem, csak akkor azt hittem, hogy ugye nyílt világú is vissza lehet térni, és amikor átlépsz a második helyszínre, akkor nincsen igazából visszamenetel az elsőre, de akkor még úgy álltam hozzá, hogy majd újra végigviszem, mert akkor érdekel, hogy mit hagytam ki. Yeah. Csak a játék legvégén pedig rájövök, hogy azért küzdesz, hogy vagy minél több a halott gyereknek minél több elhagyott játéka legyen ott abban a szobában, vagy pedig, hogy a halott feleség is ott legyen abban a szobában a játék legvégén, és rohadtul nem érdekelt, hogy ezért a jutalomért harcoljak a játékban. Nagyon durva egyébként, mert basszus, még a Hellblade is mutat kiutat. Tehát, hogy pont a Rhyme-ról nem gondolná az ember az elején, hogy egy olyan játék lesz, ami a végén így lereszt és ott hagy. Igen, tehát, de szó szerint tehát ez van. Tényleg a Hellblade is úgy végződik, hogy elindul valahova a karaktered, és látod, hogy van kiút abból, amiben benne ragadt. Igen. Az Undertale ugyanez, a Gree szintén ugyanez. És mondom, én tényleg azt érzem, hogy a Shadow of the Colossus-tól indul ez el. Igen. De mondjuk az is olyan volt, hogy az is nem adott a végén egy kiutat. De mondjuk igen, az a legelején megmondta, hogy nem is fog. Igen, egyébként ugye ez jutott eszembe, hogy volt ugye az Ueda-nak a három videójátéka jött eddig ki, ugye az Ico, a Shadow of the Colossus és a Last Guardian. És pont ugye miután végigvittem ezt a játékot, a Rhyme-ot, akkor mondtam, hogy jó, akkor most végigviszem újra a Last Guardian-t, mert akarok valamilyen játékot, ami kicsit foglalkozik ezzel a témával, mellette baromi aranyos, mert egyébként a Last Guardian-nek is ugye a főhőse, az a hatalmas cica, macska, madár lény, az így tök aranyos, viszont annak is ugye van egy felfelé ívelő lezárása, és hogy így belegondoltam, hogy ott így mi lehetett, hogy volt egy ilyen megbeszélés így az Ueda-eknek, hogy jó, az ikónak a vége az így azt lehet, hogy így oké, kijutott ugyan a főhős, de azért vélhetőleg nem lesz túl boldog a lezárás után. Akkor Shadow of the Colossus volt, ki se jutott, tehát ott így ott ragadt mindenki örökre az elátkozott vidéken, és akkor itt akkor kihaljon meg a gyerek vagy a madár, és így megbeszélték, és akkor netán mindkettő, és akkor van, aki így mondta, hogy mi lenne, ha egyik se, és hogy mint a mémbe így biztos kibaszták először az ablakon, és akkor utána, hogy na jó, lehet, hogy mégis szakítunk ezzel a hagyományon, és egy felemelő befejezést adunk. Igen, egyébként érdekes, mert az a három játék, az tipikusan ez, hogy ott minden eleme benne van ennek a starter kitnek. Hogyha föl akarod hozni, hogy a játék művészete, akkor mindenki hirtelenjében ezekre kap rá, mint hogyha nem is tudom, mik lennének. Ilyen szent grálok ezzel. De a szépsége az egésznek az, hogy még ezekben a játékokban is, hiába az első kettő az tényleg olyan, hogy leereszt és otthagy, de ezek legalább megmondják, hogy leeresztenek és otthagynak. Igen. A Last Guardian az szintén ugyanez, de az legalább ad egy felfelé ívelőt. Nekem egyébként az a fajta dramaturgia jobban is tetszik, mert ott igazából nem azt mondják, hogy nagyon szar, meg hogy minden nagyon szar, és akkor vége is ezzel, hanem hogy körülbelül azt közlik ugye a Last Guardian befejezés, hogy iszonyatosan megkínozzák a főszereplőket, egyébként tényleg szörnyen ugye a legvégére, viszont a végén mégiscsak kijutnak ebből a helyzetből, tehát ad egy felfelé ívelő lezárást a játék, hogy megérte akkor mégiscsak küzdeni. Igen.
De egyébként még a Firewatch-ba is, most ezen a gyártás. Tényleg, a Firewatch még is eszembe jutott. Még a Firewatch-ba is van egy ugyanilyen szál. Hiába nem az a főszál, de egy nagyon prominens szál az, hogy az apa elvesztette a gyerekét. Én esküszöm a... Sőt, ott ugye van még egy szál, mert ugye egyfelől a mellékszál, amelyik ugye az apa elvesztette a gyerekét és ott ragadt, és ugye ezzel párhuzamosan a másik szál, hogy ugye ott vagyunk mi, akinek pedig ugye a felesége beteg, és ugye nem mer ezzel a betegséggel szembenézni, mert ugye egyfelől ugye ott hagyta, bedugta egy orvosokhoz, hogy majd azok foglalkoznak vele, és ugye azért mindenki lenézi, viszont ott is még a játék ugye azt mondja ki a vége felé, hogy ugye mégiscsak azért visszamegy ebbe a helyzetbe, és ugye megküzd ezzel a szituációval. Igen, annak is van legalább egy felemelő vége. A Rhyme-nak annak nincs, az tényleg így beledobott egy tóba, és elmerültél. Annyi volt. Igen. De mondom, azért nagyon fura, mert még a Dark Souls-nak is van egy felemelő befejezése, tehát még annak is, amikor a végére jutsz, legalább azt kapod, hogy igen, van azért kiút ebből a depresszió nevű dologból. A Rhyme az elenged, és így menj. Szar lesz minden. Kávé. Fos lesz minden. És így nem érzed azt, hogy adna bármi kiútat a játék. Tehát nagyon érdekes, hogy pont egy ilyen nagyon aranyos, nagyon kedves a végén indítással... A végén még az a rohadt róka is eltűnik. Tehát így a minden. A végén meg minden. Tehát a végén tényleg kinullázzák az egészet. De ja, tehát miért kötelező egyébként, ez még ami nagyon nagy kérdés bennem, hogy miért kötelező minden áron valami ilyet feldolgozni egy ilyen játékban? Tehát, hogy a boldogabb, vagy nem is csak boldogabb, de kevésbé lehangoló depresszió témákból nem lehet művészetet alkotni, mert nekem ez nagyon fura, hogy minden, tényleg minden egyes indie művész játékban kell egy ilyen szál. Hogyha nem is ez a főszál, de egy nagyon fontos mellékszálnak, biztos, hogy benne kell. Én most így elkezdtem ezeket keresni, tehát hogy most így felmegyek így mondjuk a store-ra, így nézem, hogy indie játékok, meg ugye online nézem, hogy best of indie games, és így rákeresek a témára, és hogyha azt írják, hogy megint valami, nem tudom, keresi a pokolban az apa a lányát, találtam valamit, elsőre tök jól nézett ki, olvasok róla valamit, és na meg ezt így akkor megint nem. Tehát és akkor nézem tovább, hogy milyen olyan indie játék van, ami egy nagyon egyedi, nagyon művészi megjelenítéssel bír, mert mondjuk a Gris is olyan volt, egyébként baromi szépen néz ki, gyönyörű, és ez a világ így annyira akarok így elmerülni ebbe, de hogy mondjuk nem azzal foglalkozik mellette, hogy gyász meg depresszió. Igen, egyébként nekem is az a problémám, hogy nem lehetne azt, hogy egy olyat, tehát miért nem tudunk abból művészetet csinálni, vagy miért nem akarunk abból művészetet csinálni. Tehát nekem ez tökre foglalkoztatja a fantáziámat, hogy basszus, egy boldogabb témáról szinte egyáltalán nincsen művészi játék. Tehát abból nem nagyon tudsz művészetet alkotni. Az nagyon gyorsan átfordul gícsbe, amikor igen, egy ilyennel foglalkozol. Tehát mondjuk, hogyha azt mondod, hogy mit tudom én, van egy olyan fő karaktered, aki pont megjárta már ezt az utat, amivel leeresztették, viszont ugye van neki egy felívelő sztoria, és nem tudunk azzal a résszel foglalkozni, ami a felfelé ívelés. Mindig a bukást kell földolgozni, amiből adunk egy kiutat a végén, ha adunk. Igen, érdekes, hogy amikor vannak ugye alapvetően mondjuk az ilyen pozitív hangvételű játékok, azt vettem észre, hogy minthogyha ez ugye műfajokhoz lenne köthető, hogy mondjuk vagy ugye a kalandjáték, mert mondjuk ott van az Uncharted, az abszolút ilyen. Tehát az, szerintem az végig egy pozitív síkon mozog, vannak kihívások, vannak nehézségek nyilván, de a játék hangvétele végig megmarad egy ilyen pozitív szórakoztató könnyed szinten, vagy pedig még vannak ugye ezek a klasszikus platformer játékok, amikben tényleg az, hogy mondjuk aranyos főszereplők, aranyos világok, de ott meg ugye nem érzem azt, hogy a sztori beszippantana, mert általában majd, hogy nem, nincs is. Igen, igen, igen. Fura egyébként, mert ami nekem így eszembe jutott, ami tényleg egy ilyen nagyon pozitív és egyébként egyedi kinézettel rendelkező játék, az a, még talán PSP-n láttam először a Loco Roco nevű játékot, és az is egy olyan, hogy ott is szépen folyamatosan ível föl a sztori, mindig az a lényege, hogy éppen mentsd meg az ott kialakult helyzetet, old meg, mentsd meg a világot,
és egy tök pozitív, tök kedves, tök aranyos játék, és az például nem tudnám azt mondani, hogy ez egy művészi összerakott játék. Mm-hmm. Egy ilyennél viszont simán ez az első gondolatom. Igen. Tehát nagyon érdekes ez a stigma, hogy nem tudunk művészetnek nevezni valami olyat, ami pozitív dolgokkal foglalkozik. Nem tudunk, vagy nem akarunk. Tehát nekem ez a nagyon nagy kérdésem. Nem tudom, hogy te hogy látod, de én nekem az élményem, hogy általában így a művész, vagy a művészet, meg a művészség, az össze van, picit össze van mosva szerintem ezzel a nagyon letört, nagyon szomorú, nagyon beforduló világnézettel. Igen, egyébként én is abszolút így érzem, hogy minthogyha csak negatív érzéseket lehetne művészi szinten kifejezni, de ez lehet, hogy tényleg igazából csak egy stigma. Egyébként valószínűleg nem feltétlen, és azt várnám ezektől a játékoktól, hogy mindig mindegyik ugye csak a pozitív oldalát dolgozza fel, hanem számomra inkább maga az ív az, ami fontos, hogyha le is megyünk negatív irányba, akkor is valamilyen szinten ugye legyen egy visszaívelés, egy felemelkedés ebből. Igen, igen, de még csak nem, tehát még hogyha az ív meg is van benne, ami engem inkább jobban zavar, hogy nagyon sok játék jóformán tényleg csak ezzel foglalkozik, igen. És semmi mással. Tehát, hogy nem nagyon tudsz olyan indie játékot, olyan ilyen művész indie játékot mondani, ami egyébként egy pozitív témát dolgoz föl. Tehát tök érdekes, hogy mind 1000-2féle módon föl tudjuk dolgozni a depressziót, meg 2000-féleképpen a gyászt, de nem adunk hangot annak, amikor mondjuk boldog valaki. Érdekes, hogy van még viszont egy játék, azt szerintem nem feltétlen tekinthető indie game-nek, ugye az EA Games által kiadott Unravel, ami viszont megjelenésére abszolút indie game külsejű, csak ugye egy nagy kiadó volt, aki kiadta. Hirtelenében azt nem tudom, hogy egyébként a fejlesztő is az volt-e, vagy valahogyan külsősök. De ott például szerintem nagyon-nagyon sokáig, hogyha a játék vége felé nem jönne be egyébként, ott is egy negatív esemény, akkor azt mondanám, hogy szerintem az lenne az abszolút pozitív indie játékkép. Mert ott a játék nagy részében nagyon szép környezetben ilyen tehát életeseményeket mutat be így a háttérben, de ugye az előtérben folyamatosan ez a kis fonál lénnyel megyünk és oldunk meg feladatokat, viszont ott is egy idő után pont ott is bejön a gyász, mert úgy néz ki, hogy ez kötelező minden ilyen játékban, hogy ahogyan feldolgoz ugye egy ember életét, ott is ugye nyilván az ember életének a vége felé nyilván előfordulnak már ilyen esetek is. Viszont ott is a játék sztoriában az ív az abszolút a felívelés a vége. De érdekes, hogy ott, tehát hogyha abból ez a sztori ki lenne hagyva, viszont ott én is úgy érzem, hogy tehát kevésbé lenne jó az a játék, hogyha ez a sztori nem ki lett volna hagyva, akkor szerintem az mutatja be a leginkább az, hogy pozitív érzelmeket is ki lehet fejezni művészi színvonalon. Mm. Mondjuk tök érdekes, mert azzal például nem játszottam, de azt fölírom magamnak, mert ez viszont marhára érdekel, hogy miért tudtak kihozni. Mert egyébként ott is csak az arányokkal dolgoznak, mert van benne egy ilyen... Igen, ott is csak az arányokkal dolgoznak. Ugye ott egyébként érdekes, hogy nagyon sok különböző téma felbukkan a háttérben. Ugye ott úgy van, hogy ezzel a karakterrel folyamatosan emlékeket gyűjtünk össze, és igazából ezeknek az emlékeknek a helyszíneit járjuk végig, és ott ugye egyfelől felbukkan szintén a természetvédelem témája, mert egyébként az egész játék nagyon természetközpontú a hangulata. Ezen kívül témaképpen felbukkan például egy melegkapcsolat is a háttérben, viszont témaképp felbukkan a játék vége felé a gyász is, mint elem. Tehát így vegyesen különböző témákat bedob, de ezeknek a nagy részét eléggé érintőlegesen, és a fő cselekmény az pedig leginkább mégiscsak az, hogy van ez a kis aranyos lény, és ezzel tök szép, tök pozitív helyszíneken járunk végig. Tök érdekes egyébként, hogy mennyire nagyon ritka az ilyen, és mennyi olyan indie játék van, ami a lelkedet kifacsarja. Igen. Tehát, hogy tényleg abba utaznak, hogy most csinálunk vagy csinálok egy játékot, de miről szóljon? Hát
miről kéne, hogy szóljon valami olyanról, ami után az ember úgy kell föl előle, hogy azon gondolkodik, hogy most akasszam föl magam, vagy majd egy óra igen. múlva. Tehát katasztrófa ilyen szempontból. Lényegében ott pont fordított az arány, felbukkan benne ez a motívum, csak még mondjuk a Rhyme-nak mondjuk az 1/5 pozitív és a 4/5 negatív, addig az Unravel-nek szerintem mondjuk az 1/5 negatív és a 4/5 pozitív. Igen, tehát hogy azért mondom, hogy itt is az arányokkal dolgoznak, és hogyha azt veszed, az Undertale például szerintem pont egy ilyen fele-fele arányos. Én valószínűleg. Tehát szerintem az az, ami tényleg 50-50%, ami negatív, 50% az, ami pozitív. És tök jó, hogy vannak ilyenek, és én például nagyon szeretem az Undertale-t, annak ellenére, hogy még egyszer nem játszottam ki, mert egyszerűen érzem, hogy ahhoz kell egy lelki felkészültség, de a Rhyme az ugyanez volt, hogy elindultam neki úgy, hogy hát most leülök, mert valami nagyon chillelős játékkal akarok játszani. Ugyanezzel szoktam elővenni egyébként a Journey-t, a Flower-t, az nekem mind a kettő pont ezért van meg, mert hogy ilyen kis nyugodt, chillelős játék, igen, és nem az van, hogy most akkor mindenhonnan információ zúdul a nyakadba, de marha érdekes, hogy mindegyik tényleg ez a lélek kifacsarás. Igen. Tehát nem tudok olyan játékot mondani így fejből tényleg, mint ahogy te mond most az Unraveled. Unraveled, igen. Hogy pozitívabb lenne a hangvétele. Mindegyiknél az van, hogy szar a világ, össze vagyunk omolva, és max a végén ad neki egy lehetőséget, hogy de ki lehet belőle mászni. De van olyan, amelyik még ezt se adja meg. Igen, van olyan, ami ezt se adja meg. Van olyan, amelyik azt mondja, hogy hát, szar lesz minden, és the end. És igen, Shadow of the Colossus. Mi az Isten? Tehát, hogy adjatok már belőle valamit. Na, a Shadow of the Colossus, ez például pont ez, amit nem vagyok hajlandó pont ezért végigjátszani, mert már az elején látszódik, hogy mennyire undorító dolog az, amit művelsz, és én nem vagyok hajlandó abban részt venni. Rohadt jó játék, tehát én azt nagyon tudom, hogy az egy tényleg művészi, tényleg jó játék, de egyszerűen nagyon annyira undorító dolgot mutat be, hogy nem vagyok hajlandó benne részt venni. Igen. A Rhyme az most így picit elvettett tőle a kedvem, amikor ezt mondtad, hogy az is ilyen szerzői starter kittel dolgozik. Igen. Tehát nagyon érdekes. Nagyon érdekes, hogy miért nem tudunk pozitív dolgokat nagyobb ívben feldolgozni. Még a nagyon nagy címek sem dolgoznak kifejezetten pozitív hangvételű dolgokkal. Tehát az Uncharted talán én is az egyetlen, amit tudok mondani. Nekem is az egyetlen kb. Egyébként érdekes, hogy erről eszembe jutott egy másik téma, azt hiszem dalok kapcsán mondta valaki, nem tudom melyik előadó mondta, hogy érdekes, hogy a viszonzott szerelemről senki sem ír dalt. Ő egy ilyet mondott egyszer, hogy minden szerelmes dal arról kell, hogy szóljon, hogy viszonzatlan. És hogy senki sem akar arról írni, hogy milyen az, amikor egy működő, pozitív párkapcsolat működik. Ez egyébként tök érdekes, hogy tényleg az is... És ugye ez filmek terén, és ugyan ezt érzem itt is, hogy mintha ez lenne, hogy magát azt, amikor a pozitív érzelmeket, lehet, hogy azt mondják, hogy azt éld meg, a negatívból meg művészi alkotást csinálunk. Na jó, csak tudod, ez mondjuk nekem azért nagyon fura, mert hogyha egy pozitív témát dolgozol föl, és azt látja egy csomó ember, és tud vele valamit kezdeni, akkor az például egy tök jó alap arra, hogy utána ő is akarjon megélni pozitív dolgokat. Igen, lehet. És egy ilyennél, ami tényleg így leereszt és otthagy, ott nagyon sokszor az van, hogy most a Punisher-t kezdtem el újra nézni egy pár hónapja, nem vagyok hajlandó tovább lépni vele, az utolsó két részt nem vagyok hajlandó megnézni, mert egyszerűen tudom, hogy az olyan szinten ki fogja csavarni az agyamat, meg a lelkemet, hogy nem vagyok hajlandó bele fogni. Pedig egyébként egy tök pozitív hangvétele lehetne annak is a végének, mert a vége az, hogy Frank Castle megy tovább és elfogadja önmagát. Igen. De ami oda vezet út, az nagyon brutál. Ez kifacsarja a lelkedet, és mondom, a Rhyme, az most ugyanezért vetted el tőle a kedvem picit, de az összes ilyen indie játék, azért nem nagyon szoktam ezekkel játszani, mert nagyon nagy százalékat tényleg ebbe utazik, hogy kifacsarja a lelkedet, és ott hagy, és nekem erre most nem biztos, hogy szükségem van. Tehát érdekes ilyen szempontból ez a starter kit. Viszont akkor tényleg lehet, hogy tegyük fel a közönségnek is a kérdés, hogyha tud valaki olyan játékot, ami
Tehát nagyon, tehát egyedi igen. vizualitással, művészi megjelenéssel bír, viszont alapvetően a hangvétele pozitív. Ez mondjuk egy jó, igen. És akkor lehet, hogy én is, ha tudom, akkor elkezdem elővenni ezeket, végignézem. Mondjuk egy általam volt, amit beloptam ugye az Unravel, ami szintén csak érintőlegesen foglalkozott negatív érzelmekkel, de az összképe abszolút egy pozitív felemelő világ, és hogy ugyanilyen. Nem baj, ha felbukkan benne egy-egy kihívás vagy negatívum, csak hogy az összhangvétele csak az arányaiban legyen. Igen. Aha, arányaiban inkább pozitív. Na, hát akkor itt a nagyon nagy lehetőség odalent a kommentekbe ezt föllőni, és köszönjük a mai napra a figyelmet, köszi Peti, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. És találkozunk legközelebb.